adásunkban kiderült, hogy a Bling Bling csapata mely koreográfiát választotta. Ez nem más, mint a Shiny Everybody című dala. Nos, a koreográfia még eléggé hiányos, és a lányoknak még szükségük van egy-két próbára. Én mondtam. Nos, a fordiváknál is ment tovább a próba. De a lányok leragadtak annál a ponttál, amikor bálnákat játszanak. Természetesen a csapatnak a közös koreográfiákkal is haladnia kell, ezért kezd vezetésével kicsit nélkülözniük kellett a Battle of the Birds próbáját. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ugyan ti ezt még nem tudjátok, de a csapatnak lesz egy közös dala is. Ez viszont nagyon nőies lesz. Ezért Kesz úgy döntött, egy kis járás technikát tanít a lányoknak. A próbákat meg kellett szakítani, ugyanis az a megtiszteltetés ért minket, hogy meghívást kaptunk a 2014-es Holdújék Fesztiválra, ahol mindannyian felléptük. De ez a nap sem merült ki ennyiből, ugyanis versenyeztünk. Megint. Na, mi álltok? Igen. Az a lényeg, hogy egy bling-blinges és egy hordivás, jó? Tehát most akárhogy nézzük, a két csapat így is megküzd egymással, nem csak táncban, hanem dobálásban. Vajon a magasságuk mennyit számít? Mert ugye sokkal magasabb, mint Nadi. Vajon hosszabb is a karja? Nem tudjuk. Minden esetre... Tehát az első játék győztese a Bling Bling csapatából van, ugye Nadi? És folytatták a dobálást. Még mindig. Amíg nem nyert valaki. Vége! Kik a nyertesek? Nadália nyert! Vesztettél! Vesztettem! Vesztettél! Nyertél! Vesztettél!